A miniszterelnök törvénytelenül a kormányt és az országgyűlést megkerülve döntött arról, hogy a Rosszatom orosz energetikai vállalat két új erőműblokkot építhet Pakson. Orbán Viktor társadalmi és országgyűlési felhatalmazás nélkül egyedül döntött az ország energiapolitikáját 100 évre meghatározó kérdésben, ezen pedig csak veszíthet Magyarország. Az MSZP-s képviselők szerint a civil társadalom tiltakozása miatt a paksi bővítés lehet a második fénylépcső.